akkor azt javasoljuk, hogy a nyilvánosságra vonatkozó szlovák kezdeményezéseket is tanulmányozzák. Nagyon reméljük, hogy nem éppen fordított módon válogatnak a szlovák példák közül, mint ahogy azt mi kívánatosnak tartjuk. Tehát mi javasolnánk ezeknek a nyilvánosságot szűkítő társadalmi részvételt gátló pontoknak a törlését a törvénymódosító csomagból. Köszönöm a szót. Felszólásra következik 2 perces időkeretben Kepli Lajos, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Vitányi István képviselőtársam tegnap a késő esti vitában azt találta mondani nekünk jobbikos képviselőknek, hogy mi még fiatal kezdő törvényhozók vagyunk, nem láthattunk még igazi saláta törvényt. Hát akkor kérem szépen, ez itt micsoda? Felőlem, bár nevezhetjük akár káposztának is, ez esetben legalább a kecskéknek örömet szereznénk vele. A Fidesz kormány vitathatatlan lelkesedésének tanúbizonyságát tartjuk a kezünkben ezen törvénycsomag tárgyalása során, hiszen alig 2 hete, hogy a 3 csapás káposzta levelébe csomagolt szájzáj törvényt lenyomták a torkunkon, és már is itt az újabb csomagolás technikai műremek, mégpedig az Orbán Viktor féle 29 csapás immár papíron is testet öltött változata. Ahogy a 3 csapás törvénycsomag a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásáról, a tegnap éjjel tárgyalt közbiztonsági csomag pedig a gárda sokadszori ellehetetlenítéséről szólt valójában, úgy az előttünk fekvő javaslat, az előterjesztés sem a magyar kis- és középvállalkozások megsegítéséről, vagy a magyar emberek terheinek könnyítéséről szól. A kutya az 5. fejezetben van elásva, mert ha önök valójában a magyar kisvállalkozókat kívánják segíteni, akkor mivel magyarázzák, mi az indoka annak, hogy a környezetre legnagyobb hatást gyakorló beruházásokat kiveszik az előzetes vizsgálat kötelezettsége alól? Mi szükség van a településfejlesztési koncepció és település szerkezeti terv összevonására, ha nem az, hogy a beruházó kénye kedve szerint egyszerűbben lehessen azt módosítgatni? Miért csak a 90 millió forint feletti építményi értékű beruházások kapnak könnyítést az engedélyeztetés során? És miért nem kell ezentúl 50 feletti ügyféllel rendelkező nagyberuházásoknál kötelezően közmeghallgatást tartani? A javaslatcsomagnak ez a része azt hiszem lerántja a leplet a kormány valódi szándékáról, hiszen a fentiek egyértelműen alátámasztják, hogy itt nem a magyar kisvállalkozások segítése a cél, hanem olyan gigaberuházások útjának egyengetése, mint amilyet Csukoró, Páty, Velence, Sávoly vagy épp Szentkirályszabadja neve fémjelez. Ezzel a javaslattal önök az erős választói felhatalmazással alakított kormányukat a Gyurcsányféle offshore lovagok fegyverhordozójává zűlesztették. Köszönöm szépen. 2 perces reagálása, megadom a szót Kupcsok Lajosnak, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. A miniszterelnök úr által bejelentett a gazdaság versenyképességének helyreállítását célzó halaszthatatlan intézkedéseket tartalmazó 29 pontos akcióterv végrehajtása érdekében a törvényjavaslat célja a beruházásokat érintő engedélyek számának csökkentése, továbbá a beruházások megvalósításának elősegítése érdekében az adminisztratív terhek csökkentése, az egyszerűbb és gyorsabb megvalósítást szolgáló eljárási szabályok alkalmazásának kiszélesítése. Az építési ügy az épített környezet alakításának, fejlesztésének és megóvásának össztársadalmi programja és eszközrendszere. Az építési tevékenység folytatásának körülményei meghatározó módon befolyásolják a gazdaság fejlesztési, idegenforgalmi, lakásépítési törekvéseinket, ezáltal alapvető egyéni és közösségi érdekeket érintenek. Szűk és összeszűkült piacon próbáljuk ezt a törvény csomagot, javaslat csomagot érvényesíteni, viszont a hatása az ezres nagyságrendben jelentkezik. Az ország adminisztrációban fuldokol. Tudjuk azt, hogy improduktív az adminisztratív tevékenység, duplicitással, sőt sokszor háromszori adatszolgáltatással terhelik a vállalkozói szektort. Minden vállalkozói felmérésben az első helyen szerepel, mint gátló tényező az adminisztráció. Képmutatás versenyképességről beszélni anélkül, hogy ne kezdenénk el lebontani ezt a területet. Günther Verheugen, az Európai Unió Bizottságának ipari biztosa 3 évben első számú közellenségnek nevezte az adminisztrációt. Nem lehet vattázva bánni ezzel a területtel. Úgy gondolom, hogy az építő és az építőanyagipar a magyar nemzetgazdaság negyedik ágazataként mindenképpen speciális elbánást, speciális bánásmódot igényel. Húzó hatást vált ki mind a termelés, mind az innováció, mind pedig a foglalkoztatásra. Ennek megfelelő komolysággal és mélységgel kellene kezelnünk a témát. Köszönöm szépen. 2 perces felszólása következik Szatmári Kristóf, a Fidesz képviselője. Köszönöm szépen, csak egy gyors hozzászólást jobbikos képviselő társam főszólásához, mert megmondom őszintén, hogy azt
azzal kezdte, hogy itt a fiatalsága kapcsán kapott kritikákat korábban. Én azt gondolom, ez a felszólalásának nincs köze ahhoz, maximum a tájékozatlanságának. Tehát ezt a törvényjavaslatot sokféle támadás érte, de azt, hogy nem a KKV helyzetbe hozása lenne a cél, ezt még senki nem mondta. Az ominózus pont az arra vonatkozik, képviselőtársam, hogy eddig ez az egyszerűsített engedély megadás tényleg csak a nagy beruházóknak volt lehetősége. Tehát valóban a több százmilliós, milliárdos beruházásoknak lehetett ilyen egyszerűsített eljárást csinálni. Ez ma is élő törvény volt. A mostani javaslatnak pont az a lényege, hogy ezt az egyszerűbb eljárást terjeszti ki. Hát lehet, hogy abban vitatkozhatunk, hogy a 90 millió forintos értékhatár az elegendő-e vagy nem, de mindenképpen a kis és közepes vállalkozásoknak a beruházásait teszi ugyanolyan könnyű feltételekkel lehetővé, mint eddig csak a nagyoknak meglévő beruházás. Tehát ezt semmiképpen nem nyilvánítanám egy a KKV szektor számára rossz javaslatnak. Egyébként meg igazából, ha belegondol abba, hogy ma már egy néhány főt foglalkoztató fűrészüzem vagy bútorgyár beruházása is sajnos jóval meghaladja a 90 millió forintot, ez egy elég alacsony határ ahhoz, hogy valóban a hazai beruházni képes vállalkozások számára nyújtson ugyanolyan előnyöket, mint ami előnyök eddig csak a nagyoknak voltak meg. Tehát kérném, hogy gondolja végig, hogy ez a javaslat mennyiben káros a hazai KKV számára. Köszönöm szépen. Felszólása következik. Sesták Miklós, a KDNP képviselője, őt követi Józsa István. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Facultas potestas agendi. Ha a latinom nem tökéletes, azt nézzék el nekem. Már a római jog is kiemeli, és elsődlegesnek tekinti az egyén nyilvánvaló cselekvési szabadságát, amelyet ebből levezetve hatalomnak is tartott. Egyéni jogosultság nem más, mint maga a szabadság, és az élet javaiból és a jogaiból az egyént megillető részre is kiterjed. Az alanyi jogot lehet szerezni, gyakorolni, átruházni, védeni, elidegeníteni és elveszteni. Szentesített igénye van az alanynak arra, hogy a személyekhez és a jogtárgyhoz való jogi viszonyát ne sértsék. Ha sértik ezt a jogot, megilleti őt a védelem. Vinvi repellere. Fő parancs, élj tisztességesen, senkit ne sérts, kinek-kinek add meg a magáét. A rómaiak kiemelkedő érdeme a minden korábbinál összetettebb magájog megalkotása volt. A jogintézmény megalkotásának világtörténeti jelentőségét az adja, hogy a kontinentális jogoknak napjainkban is ez az alapja. Ezt az embert megillető szabadság egyrészt próbálja törvényi szinten kezelni és biztosítani a most tárgyalt törvényjavaslat. Szabadságot, döntés és így adószabadságot ad az embernek az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételének megteremtése, ugyanúgy, mint az egyenes ágon belüli vagyonmozgások illetékmentessé tétele is. A javaslat szerint nem kell öröklési, illetve ajándékozási illetéket fizetni az egyenesági rokonok, és itt soroljuk fel szülők, gyermekek, nagyszülők, unokák, egyéb felmenők és leszármazók közötti öröklés, illetve ajándékozás esetén, független attól, hogy vérszerinti kapcsolaton vagy örökbefogadáson alapul a rokonság. Ezen szabályozást tervezett jelentőségét érzi az a kis nyugdíjas nagyszülő, aki szokásos mértékű ajándékot meghaladóan talán 1 millió forintot akart adni unokájának készpénzben, és azon kellett eddig gondolkodnia, hogy vajon mennyi illetéket fizessen majd be ezután az unoka, azt miből fizesse be, és mikor és hol kell bevallási kötelezettségének eleget tenni. Sokan kifogásolták, és sokat hallottuk már a médiában, hogy az új mentesség nem terjed ki a házastársra, a mostoha és nevelt gyermekre, a mostoha és nevelőszülőre, illetve a testvére. De hangsúlyozni kell, mert erről nem szólt a fáma, hogy a rokonok illetékjogi helyzete azonban nem változik. Nyugtassuk meg őket, hogy a rájuk vonatkozó, más vagyonszerzőknél kedvezőbb illetékmérték megmarad. Emellett továbbra is igénybe vehetik a személyenként 20 millió forint örökrészig terjedő illetékalap mentességét, valamint az is fontos elem, ami megmarad, hogy a lakástulajdonra vonatkozó özvegyi jog illetékmentességesen változik. Fontos kiemelni,
hogy az egyenesági rokonokra vonatkozó ajándékozási és öröklési illetékmentesség minden olyan ügyben, mentességet minden olyan ügyben alkalmazni kell, amelyet 2010. július 1-jéig az állami adóhatóság jogerős határozata még nem bírált el. Azt gondolom, a mostani felszólalásomnak egyik lényege, és legyünk egyértelműek, mindenki számára világosak, a mentesség hatája alá esnek az e napon folyamatban levő ügyek, ideértve az ügyfél által készhez vett, de még nem jogerős határozatokat is. Nézzük, ez a szabályozás milyen szabadságot ad az embernek. Szabadon dönthet már életében, és rendezve van halála esetén is az az igény, hogy a családi vagyon egyben maradhasson. És ne kell ezek után egyéb költségekre számítaniuk, és esetleg ezért eladniuk ezen vagyont. Sokan itt milliárdos vagyonról beszélnek, holott itt nem erről van szó. Egyszerű emberek egész élet munkájának eredményeként keletkezett normál mértékű vagyontömeg egyben tartása a cél. A változtatás hatásaként 2010-ben várhatóan 1,5 milliárd, 2011-ben 2,8 milliárddal javulhat a háztartások pénzügyi helyzete, és így az egyén szabadságérzete. Csak 2009-ben 150 ezer darab öröklés és 10 ezer darab ajándékozás volt. Szabadságot jelent az is, hogy a közeli hozzátartozók között a termőföldről szóló törvény szerinti gazdálkodási támogatás keretében történő valamennyi a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges, ingyenes és vízterhes vagyonszerzési illeték, vagyon illetékmentessé válik. Illetékmentesen megszerezhető vagyon körében tartozik különösen a termőföld, tanya, magtár, istálló, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány és készlet. Ezek a fontos dolgok, jó, ha ezt tudják az érintettek. A rokoni kapcsolatban nem állók pedig továbbra is illetékmentesen szerezhetik meg a gazdaságátadási támogatás érdekében átadott termőföldet, mert az erre vonatkozó mentességi szabály változatlan formában fennmarad. Az azonos cégcsoporton belüli társaságok, azaz a kapcsolt vállalkozások között illetékmentesen cserélhet gazdát a belföldi ingatlan vagyonnal rendelkező társaságok vagyoni betétje is, amennyiben a javaslatot elfogadja a tisztelt ház. A kormány akciótervében meghirdetett intézkedés végrehajtása, mely szerint az ingatlan bérbeadása esetén a bérbeadónak nem kell vállalkozóvá válnia, az adóadminisztráció egyszerűsítése irányában tesz konkrét és határozott lépést, és ezzel növeli az egyén szabadságát. Egyértelművé teszi a javaslat, hogy a jövőben nem kell egyéni vállalkozóvá válnia az ingatlan bérbeadással, az úgynevezett egyéb szálláshely szolgáltatással, például falusi turizmussal, fizetővendéglátással foglalkozó magánszemélyeknek, de természetesen nem zárja ki számukra a vállalkozói forma választásának lehetőségét sem. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az adózás rendjéről szóló törvény megfelelő módosításával a jövőben a magánszemély mentesül az adószám kiváltásának kötelezettsége alól, ha a tevékenysége ingatlan bérbeadásra irányul, abban az esetben, és ez fontos hangsúlyozni, ha nem él az ÁFA törvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével. Van egy nagyon fontos változás, engedjék meg, hogy itt is felhívjam rá a figyelmet, mert kevés szó esett erről. A magánszemélyként bérbeadók, egyéb szálláshely szolgáltatást nyújtók számára kedvező változás jelent a jövőben az is, hogy elszámolhatják az ingatlanhoz kapcsolódó értékcsökkenési leírást, korábban ez csak az egyéni vállalkozók számára volt lehetséges. Összegezve, a most tárgyalt törvényjavaslat elfogadása esetén a személy a szabadság jogának biztosítása miatt levegőhöz jut, és tudjuk, mi történik a növénnyel, amikor egy nyírkos, sötét pincéből kikerül, és levegőhöz, fényhez jut. Úgy gondolom, az emberek levegőhöz, fényhez jutásának közvetlen eredménye lesz az, hogy újra úgy érzik majd, hogy jó itthon élni, és jó magyarnak lenni. Ez a pozitív életérzés megmutatkozik a mindennapokban, és így megindulhat a várva várt gazdasági fellendülés. Köszönöm, hogy meghallgattak. 2 perces felszólása következik, Kepi Lajos, a Jobbik képviselője. Köszönöm, elnök úr. Képviselőtársam bár már kiment, itt az előbb fiatal, viszonylag fiatal koromnak tudta be heves felszólalásomat. Higgye el, hogy több száz vagy több mint 100 beruházás engedélyezési eljárásának lebonyolításában segítettem már, tehát tudom valójában miről van szó, pontosan ismerem a jogi hátteret, és pontosan ezért látom ezekben a módosításokban rejlő veszélyeket. Mi továbbra is azt valljuk, hogy az 1 millió új munkahelyet a magyar kis- és középvállalkozások segítségével kell létrehozni. Csak ez biztosíthatja a gazdaság megerősödését, ha a profit az országban a magyar család.